kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Téper 3478-as számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 295 igen, 46 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a Téper 3478-as számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 296 igen, 47 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztés Téper 3485-ös számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3485/17-es számon kapták készhez képviselőtársai. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a Téper 3485-ös számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 296 igen, 48 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a köztársaság elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés Téper 3490-es számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3497/23-as számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatok számára figyelemmel ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvitát a Téper 3497/25-ös számú ajánlás első, második és harmadik pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Gondolom, nincs is akkor mire válaszolni. Most a módosító javaslatokról határozunk, ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, és az Alkotmányügyi Bizottság támogatja. De arra figyelemmel, hogy az első pont elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges, ezekről két részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják az előterjesztő minősített többséget igénylő módosító javaslatát az ajánlás első pontja szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 308 igen, 40 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő módosító javaslatokról döntünk az ajánlás második és harmadik pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat 271 igen, 38 nem és 39 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat elsőtől 14-ig terjedő szakaszainak, 26. szakasz első és második bekezdésének, valamint a 28. szakaszának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra is két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a Téper 3497-es számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 271 igen, 75 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a Téper 3497-es számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét
273 igen, 40 nem és 37 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A mezőgazdasági bizottság önálló indítványát Téper 3649-es számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3649/9-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket a módosító javaslatok számára figyelemmel összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a Téper 3649/11-es számú ajánlás elsőtől negyedikig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Gőgő Zoltán képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőtársaim! A főtörvény módosítás az mindig egy kényes kérdése, hiszen nagyjából 2 millió ember tulajdonát érintheti. És a általános vitában elmondtuk, hogy ez a törvénymódosítás ez olyan szinten megy megint túl a jogállami kereteken, ami nem kellene. Ugyanis az NFA-nak, a Nemzeti Földalapnak olyan jogosítványokat ad ez a törvénymódosítás, amivel gyakorlatilag az állami földterületeket mindenféle törvényi kontroll alól kivesz, aminek az lehet a következménye, hogy egy szűk érdekkör fog rendelkezni a magyar állami földterületek fölött. Ebben a 4 módosító javaslatból, amit az áruszavazás előtt benyújtottak az előterjesztő, 3 az nagyjából azt a kérdést próbálná kezelni, hogy ez mégse így legyen, de én azt gondolom, hogy ezzel nem oldották meg a problémát, hiszen egy alacsonyabb rangú jogszabályba utalja most már nem csak az elővásárlási, hanem az előhaszonbérleti jognak az intézményét is, ami nagyon-nagyon veszélyes a jogbiztonság szempontjából. Azt is látni kell, hogy ugye a vita során valószínűleg leesett a fideszes képviselő társaim egy részének is, hogy itt nem a családi gazdálkodók meg a kistermelők megsegítéséről van szó, ezért beadtak egy módosító javaslatot, ami arról szólt volna, hogy ilyen jogosítványokat a Nemzeti Földalap, tehát ilyen törvény fölött álló jogosítványokat csak abban az esetben kapjon, hogyha nem helyben lakó gazdálkodót érintene a földdel kapcsolatos vagy bérleti, vagy vásárlási mozgás. Ez egy olyan kompromisszumos javaslat volt, amivel valamennyi parlamenti párt egyetértett, és nagyon csodálkoztunk, amikor a bizottság ülésen, annak ellenére, hogy hajnali 6 órakor úgy álltunk föl itt a parlamentben, hogy ez a módosító javaslat, ami 2 képviselőtől származott, de mind a kettő, vagy szó szerint ugyanarról szólt, konszenzussal átmehet, és akkor ennek a törvényi problémának, vagy törvénytelen, én úgy mondom, törvény felett álló ügynek a méregfogát kivonta volna. A legnagyobb megdöbbenésünkre a bizottság ülésen a kormány ezt nem támogatta, és konkrétan az a válasz hangzott el, hogy ez a miniszterelnök személyes utasítása. Na most innentől kezdve látszik, hogy ez mennyire nem szakmai ügy, ugyanis nem szoktak miniszterelnökök ilyen szinten ebbe beleavatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy az, amit most beadtak, az ezt a problémát nem kezeli, hanem a kabai modell viszi tovább, ahol egyből látszott, amikor a 1000 hektár állami földbérleményről volt szó, hogy bizony nem 50 hektáronként helyben lakó családi gazdálkodónak adták hasznosításra, sőt olyan szinten, hogy még 20 millió zöldkárt is fizettek a korábbi vetések okán, amit nem is értünk egyébként, hogy erre miért volt szükség egy fél éves időtartam esetén. Úgy látszik, nagyon sok pénze van az államnak, és azért ez nagyon elgondolkodható, hogy mi is történt ott, hanem egy nagyon jó behatárolható Fidesz közeli érdekkör kapta meg ezt a földterületet hasznosításra. Most miután itt több százezer hektárt is elérheti az az állami földterület, ahol a bérleti szerződések lejárnak, ezért valós lehet az a veszély, hogy így próbál egy új, úgymond földtulajdonosi kör, vagy földet szerezni akaró kör történelmi jogosultsághoz jutni, hiszen úgy tűnik, most már a kormány is belátta, hogy az Európai Uniós támogatások jövője kapcsán, ami 2014 után változik, ha nem lesz történelmi bázis, akkor nagyon komoly anyagi veszteség érheti az országot. Csak ezt a történelmi bázist nyilván már egy úgymond kormány közeli érdekkel szeretné megszerezni, ugyanis ennek az egész törvénymódosításnak semmi más értelme nincs, hiszen Magyarországon nincsen használaton kívüli földterület, néhány rendezetlen állami egyes területen kívül, amik ugye honvédségi és egyéb kezelésben voltak, azt egyébként kezelhetné normális módon is ez a törvényjavaslat. Tehát mi úgy ítéljük meg, hogy ez a záróvitás előtti módosító nem arra ad választ, amit itt konszenzussal
még egyszer mondom, fideszes képviselők javaslatára a mezőgazdasági bizottság egyhangulag támogatott, majd utána az előterjesztők váratlanul másnapra visszavontak, hanem egy teljesen más logika alapján épül fel. Én azt kérem a képviselő társaimtól, hogy ne támogassák ezeket a módosító javaslatokat, és a végszavazásnál a törvényt sem, hiszen olyan helyzetet teremt Magyarországon, amikor egy nagyon kis hatáskörű hivatal kap olyan felhatalmazást, amire soha nem volt példa, és azért nem is lehet hosszú távon jó az országnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ágyán József államtitkár úr, két szót. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, valóban nagyon fontos kérdésről van szó, ezért gondolom úgy, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül azokat a gondolatokat, amelyeket Gőgös Zoltán elmondott. Kedves képviselő úr, kedves képviselő társaim, nem titok, hogy az Orbán kormány új föld- és birtokpolitikát hirdetett. Ennek a középpontjába határozottan a kisközepes családi gazdaságok állnak. Az előző kormány az állam kezelésében lévő földeket 80%-ban 180 tőkés társaságnak adta. Elképesztő feltételek között. Kérem, van olyan szerződés nálam, és ezeknek a szerződéseknek most zajlik a fölülvizsgálata, ahol egy hektár szántóért az állam volt képes 100 forintot, azaz 100 forintot elkérni évente hektáronként. A gyepekre 50 forintot kértek, és az erdőkre pedig nem kértek semmit, mert valami fajta természetvédelmi kezelést művelnének ezen a területen. Hogy kötötték meg ezeket a szerződéseket? Kérem, le nem járt földbérleti szerződéseket lejártnak nyilvánítottak, és a választásokra készülvén nyilván tudták, hogy más irány fog következni, 20 évre megpróbálják előre biztosítani ezeket a földterületeket. Ezekre a területekre biztosítana a jelen állapotában a földtörvény előhaszonbérleti jogot. Mit jelentene ez, kedves képviselőtársaim? Ez azt jelenteni, hogy ugyanezt a birtokstruktúrát ugyanilyen módon bebetonoznánk előre 20 évre. Mi nem ezt akarjuk. Mi azt szeretnénk, hogy a kisközepes családi gazdaságokat hozzuk helyzetbe, ezért az ilyenfajta előhaszonbérleteket, amelyek valóban egy szűk körnek biztosítottak előhaszonbérleti jogot, ahogy ezt Gőgös képviselő mondta, csak nem annak a kör, nem arról a körről van szó, hanem éppen a szocialisták közeli körről van szó. Nos, ezeket az előhaszonbérleti jogokat meg kell szüntessük. El kell, hogy töröljük ezeket az előírásokat, hogy valóban a saját föld- és birtokpolitikai irányelveink mentén a kis-közepes családi gazdaságokat és azok társulásait, szövetkezéseit hozzuk helyzetbe. A vidék másképp nem maradhat meg. Ami az elővásárlási jogokat illeti, kedves képviselőtársam, épp azért kellett igazítani ezen a törvénymódosításon, és azért van itt ez a módosítás. Mert az elővásárlási jog ezeket a társaságokat nem érinti, hiszen nincs ma elővásárlási joga, vagy vásárlási joga egyáltalán a társaságoknak és a külföldi magánszemélyeknek sem. Tehát el kell élesen választanunk az előhaszonbérletet az elővásárlási jogtól. Azért kellett igazítani ezen az egyébként tiszta szándékon, amit az előterjesztő akart, hogy valóban érvényesíteni tudjuk egyrészről azt az elképzelést, ami a kisközepes gazdaságokban látja a mezőgazdaság és a vidék jövőjét, másrészt pedig a helyben lakó gazdákat ugyanúgy elővásárlási jog illesse meg, mint ahogy eddig is megillette őket. Ezt nem szabad bántanunk, mert mi is azt mondjuk, hogy a helyben lakó gazdáknak kell, és a gazdálkodni akaróknak kell valóban a földet, különösen az állami földeket juttatni, ami az állam kezelésében van. Nagyon kérem képviselő urat, hogy ebből a szempontból értékelje ezeket a módosító indítványokat, és azt hiszem nem tesz mást a kormány, mint a saját világos nemzetpolitikai elképzelései mentén, a vidékstratégia mentén ehhez igazítja a saját földtörvényét, nemzeti földalapról szóló törvényét és a föld- és birtokpolitikai koncepcióját. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Két perces felszólalásra Gőgő Zoltán képviselő úrnak adok szót, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm elnök úr a szót. Azért kértem szót, mert ha az úgy lenne, amit államtitkár úr elmondott, ezzel még egyet is lehetne érteni, mert senki nem mondja, hogy 100 forint per hektár bérleti díjért jogosan bérelhet valaki állami földet. Csak azért megkérdezném, államtitkár úr, hol voltak akkor, amikor 2001-ben, az akkori Fidesz kormány idején a legnagyobb és a legértékesebb 12 magyarországi állami gazdaságot egy éjszaka
eladták egy szűk érdekkörnek 50 éves földbérlettel, a lehető legalacsonyabb bérleti díjjal, amit nem lehet emelni csak az infláció mértékével. Remélem ezekkel kezdik a felülvizsgálatot, egyébként ezt már többször javasoltam, mert messze a legalacsonyabb bérleti díjak ennél a 12 állami gazdaságnál vannak, és azt is szeretném jelezni, hogy a mostani vagy tavalyi, amit említett földtörvény vagy földbérleti hosszabbításért 100 milliós nagyságrendű bérleti jogdíjat fizettek a további bérlők, és ez arra volt rá szükség, mert egyébként az agrárkörnyezet gazdálkodási programban nem tudták volna igazolni legalább 5 éves jogosultságot. Tehát magyarul ezek a tranzakciók nyilván vizsgálhatják keresztbe hosszába, de az mind komoly bevételt hozott az államnak, nem úgy, mint annak idején a 12 állami gazdaság privatizációja, ahol egyébként a dolgozói létszám megtartása volt az egyik feltétel, csak jelzem, hogy körülbelül egyharmad ember dolgozik ezeknél a cégeknél, ha egyáltalán még dolgozik ott valaki, mert azért azt is látjuk, hogy ilyen viszontbérbeadások is előfordulnak időnként. Tehát sajnos ezek a módosítók nem azt a célt szolgálják, és kabánál se. Tehát ha nem lett volna ez a kabai minta, ahol nem az előre bejelentett 20 helyi gazdálkodónak, ha annak adják oda a földet, akkor még el is hinnénk ezt, amit mondanak, de négy nagyon Fidesz közeli, ottani nem helyben lakó, hanem térségben lakó vállalkozás kapta meg, majd kíváncsi leszek, hogy ők kapják-e meg tovább hosszútávú bérletre. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Ángyán József államtitkár úr, két szót, parancsoljon államtitkár úr. Egyrészt arra biztatom képviselő urat, kérje számon rajtunk a saját birtokpolitikai irányelveinket, és hogyha úgy látja, hogy nem az valósul meg, mint amit ott leírtunk a Nemzeti Földalapról szóló törvényben már tavaly nyáron, akkor szíveskedjék idehozni. Másrészt különleges bája van annak, amikor olyanok tesznek szemrehányást, akik egyéb iránt szétrabolták ezt az országot. Széthorták. Eltűnt a nemzeti vagyonunk, a cég, állami cégek mind magánkézre kerültek, és itt-ott offshore cégekbe találjuk őket. A föld ide-oda-amoda került, és pont ez a kör, aki kirabolta ezt az országot, aki széthorta a nemzeti vagyonunkat, aki kiürítette a kasszáinkat, aki eladósította ezt az országot olyan mértékben, hogy alig tudunk tarpálni. Nos, ugyanez a kör itt föláll a parlamentben, és rajtunk kér számon ilyen dolgokat. Biztatom képviselő urat! Biztatom képviselő urat, hogy ezeket a kérdéseket a saját köreikben is vitassák meg, és rajtunk pedig a saját programunkat szíveskedjenek számon kérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Túri Kovács Béla képviselő úr következik. Parancsoljon képviselő! Köszönöm a szót, elnök úr! Amikor a termőföldnek a külföldiektől történő megvédéséről van szó, akkor meglehetősen széles nemzeti egység mutatkozik. Abban a pillanatban azonban, amikor arról van szó, hogy ez a kormány változtatni kíván azon a helyzeten, hogy a 20 éve erőfölényben lévő és az erőfölényét a földszerzésre kihasználó szűk társadalmi réteg most már nem tudja érvényesíteni ezeket az előjogait, abban a pillanatban mindenféle törvényességi és egyéb okokat próbálnak előhozni, és próbálják megakadályozni azokat a változásokat, amelyek nélkül nem lehet a magyar mezőgazdaságban új helyzetet, új irányt teremteni. Világos és egyértelmű az én számomra, hogy amíg ilyen viszonyok vannak és ilyen erőviszonyok vannak, az államnak kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen a föld kérdésen belül. Az állam nem vonulhat vissza e területen, mert a felelősség döntő része ma igenis az államé. És ha az államé ez a felelősség, akkor törvényekkel kell olyan módon szabályozni a föld szerzését, legyen az tulajdon vagy haszonbérlet szerzése, amely tartósan helyzetbe tudja juttatni azokat, akik mindeddig el voltak zárva gyakorlatilag a föld megszerzésétől, el voltak zárva a föld haszonbérletétől. Ezért azt gondolom, hogy ez a módosító indítvány egy első lépés lehet csak. Nem lehet más. És erre föl kell készülni a szocialistáknak lelkileg is, testileg is, és főleg anyagilag. Föl kell készülni arra, hogy az előjogoknak itt valahol vége fog szakadni. És ha ezeknek az előjogoknak vége szakad, akkor a magyar mezőgazdaságon belül ki kell tudni alakítani azt a földbirtokrendszert, amely új földbirtokrendszer meggyőződésem szerint a falvak és a vidék megmaradását kell, hogy szolgálják.
Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra. Köszönöm, elnök úr, a szót. Miután soha egy dekaállami földterületet nem kaptam meg, nem is béreltem, ezért azt gondolom, van jogom ezekről a dolgokról beszélni. De azért vissza megkérdezném Turi Kovács Béla képviselőtársamat meg az államtitkár urat, hogy ha ez így igaz, akkor Kabán miért nem a 20 helyben lakó, családi, gazdálkodó használhatja az 1000 hektárnyi földet? Erre nem kaptunk választ. Erre nem kaptuk. Általában mondta, hogy raboltunk, loptunk, amit egyébként már más nincsen, tehát nincs érdemi válasz, hogy miért kapták 50 évre annak idején az állami gazdaságok vevői a földet, erre sincs válasz. Meg arra sincs válasz, hogy Kabán, még egyszer mondom, nem helyi 20 családi gazdálkodó, akit kijelölt a helyi földalap vezetője, hogy az ők, nekik kellene az a föld, amiért aztán 2 héten belül ki is rúgták, hanem állítólag minisztériumi döntésre egy szűk érdekkör bérelheti a Magyarország egyik legjobb földterületét, szeretném jelezni. Tehát ha nem ez történt volna, akkor még el is hinném, amit mondanak. Csak én attól tartok, hogy itt a helyben lakó családi gazdálkodó azáltal, hogy semmiféle törvényi védelme a jövőben arra nem lesz, hogyha az NFA-nál szabadul fel földterület, ahol egyébként eddig ő volt az első, a haszonbérleti sorba is, meg az értékesítési sorba is. Ezt akarták fideszes képviselőtársaimbe biztosítani, és ezt a módosító javaslatokat vonatták velük vissza. Ezt magyarázza nekünk meg valaki. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Rendes felszólalásra Magyar Zoltán képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház. Csak Turi Kovács Béla szavait szeretném folytatni. A Jobbik véleménye szerint is földvédelem kérdésben egység mutatkozik. Ebben az egységben a Jobbik áll szembe az összes többi parlamenti párttal. Akárcsak az alkotmányban, illetve az alaptörvényben történt módosító javaslatunkra gondolok, akár az azóta eltelt időszakra. Úgyhogy egy olyan párt képviselőjeként, aki az elmúlt 20 év föld mutyiaiban nem vett részt, azt tudom csak mondani ehhez az egész vitához, hogy előjáróban bizalomként támogatjuk most ezt a módosító javaslatot, de minden figyelmünkkel azon leszünk, hogy valóban az ott leírtak szerint érvényesüljenek a törvényben foglaltak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rendes felszólalásra Kósa Lajos képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak, Gőgös képviselőtársam érvelésében a kabai történet az ilyen főszerepet látszik játszani, de téves adatokat használ. Kabán azt az ominózus földet egy pesti lakos, egy ügyvéd bérelte, és az adta tovább. Amikor a bérlő agrárvállalkozás tökrement, akkor kellett új bérleti jogviszonyokat létesíteni. Ez most tavasszal volt. Egy olyan szituációban, amikor azt volt a kérdés, hogy ez az 1000 hektár, ez egyáltalán parlagon marad-e, vagy van-e valakinek esélye megművelni, ekkor kerestek kifejezetten őszig, a betakarításig olyan létező agrárvállalkozókat, akik helyben laknak, ottani készletük, ottani potenciáljuk lehetővé teszi egyáltalán azt, hogy érdemben egy ilyen területtel ebben a rövid időszakban tudjanak mit kezdeni. Ebből egyébként 4-10-nél nem 4 volt, hanem 11 vagy 12, most nem emlékszem pontosan. Ebből egyébként 3 kabai gazdálkodó, a 4. kabai határban gazdálkodik, csak nem Kabán lakik, hanem a szomszédos területen, és szemben az önök által favorizált pesti ügyvéddel mindenki ott lakik helyben, létező agrárvállalkozó. Akikkel egyébként önök perelnek, hozzáteszem egyébként, hogy mondhatnám cinikusan azt, hogy tekintettel arra, hogy az MSZP agrárpolitikája a Kaba környékén elsősorban a LIDER szervezése volt elfoglalva, ezért nem igen találunk most agrárvállalkozót, aki ténylegesen dolgozik a földeken és az MSZP-vel szimpatizál, tehát minden létező agrárradiummal foglalkozó ember az egyébként biztos, hogy nem MSZP-s, tehát ebben az értelemben jogos az a kritika. De erről nem mi tehetünk, hanem önök lévé, hogy a LIDER vonzóbbnak mutatkozott az elmúlt időszakban a mezőgazdasági irányítás számára a szocialisták idején, meg mint a ténylegesen a földművelés. De egyébként ezen túlmenően kimutatható, hogyha valaki ismeri a környéket, az tudja, hogy egyetlen egy olyan gazda van, aki ténylegesen
Fidesz kötődéssel rendelkezik. Megjegyzem, viszont ő a megyei agrárkamara egyik vezetője. Önök még a szocialista kormányzat alatt is elismert agrárvállalkozóként nagy sertéstelepet működtet, és az ottani földeken termeli hozzá a takarmányt. Ezért az egész kabai történet az, amikor önök erre hivatkoznak, ez mutatja meg, hogy mennyire álságos az, amit önök mondanak, mert a bázikus történet az teljesen máshogy néz ki, mint amit önök itt a parlamentben elmondanak. Az más kérdés, hogy természetesen a kaba azért volt érdekes, mert időközi választás kapcsán az országos figyelem középpontjába került, és a szocialista Bangóné az a helyi kampányában nagy teret szentelt annak a hihetetlen visszaélésnek és Panamának. A helyiek viszont, akik pontosan ismerik a történetet és nem ülnek fel a parlamenti szónokoknak az érvelésére, konkrétan díjazták is ezt, kapott is az illető hölgy 12%-ot. Egyébként Kabán bukott a legnagyobbat, pontosan ott, ahol elvileg a történet ilyen skandalumszerű hullámokat vetett volna. Úgyhogy nem jogos most Kabánra hivatkozni, és önt ezt nyilván az előszeretettel azért csinálja, mert most nincs olyan ember a parlamentben, aki vissza tudna utasítani ott helyben megválasztott képviselőként azokat a rágalmakat, amelyek önök mondanak ezzel az egész történettel kapcsolatban. És még egyet. Az eredeti megoldás is azt tartalmazta, és ehhez fogunk ragaszkodni, hogy szeptembertől, amikor újraindul az eljárás, már olyan gazdákat tudjunk keresni, akik fel tudnak készülni a már jó előre az őszi, a tavaszi munkálatokra, mert idézőjelbetéve nem a beugró agrárvállalkozást kell keresni, hanem olyanokat, akik egyébként erre fel tudnak készülni, és az a 12 agrárvállalkozó, aki ezt egyébként bevállalta, ezekkel a feltételekkel vállalta be. Kaba pont a legjobb példa arra való hivatkozás, hogy lehet felelősen egyébként a magyar földdel bánni, hogyha nem ezt választotta volna az agrár igazgatás, akkor most meg arról beszélhetne Gőgös úr, hogy lám, ott maradt 1000 hektár parlagon az ország legjobb termőterületén, ahelyett, hogy tudott volna valamit kezdeni vele az agrártárca. Én örülök annak, hogy ez így alakult, és szeptembertől pedig meg lehet csinálni azokat a birtok elveket, amiről Ángyál államtitkár úr is beszélt. Úgyhogy a kabai hivatkozás az legfeljebb a líder kapcsán jogos. Tehát kedves képviselőtársam. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólásra Gőgös Zoltán képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Hát nyilván ebből a hozzászólásból is látszik, hogy mennyire politikai döntés történt Kabán, mert egyébként miért a Fidesz megyei elnöke szólt volna ebbe az ügybe hozzá. Én azt mondanám Kósa képviselő úrnak, hogy miután látszik, hogy azért nincsen teljesen képbe mindenbe, hogy akkor azt magyarázza nekem meg, hogy miért kellett fizetni a felszámoló által korábban megegyezett használónak azért mezei leltárt és kártalanítást, hogy ne tudja befejezni ennek az évnek a termelését, hanem kiszántották azt, amit ő elvetett, csak azért, hogy ennek az érdekkörnek azonnal birtokba tudják adni a földet. Ha ezt nekem megmagyarázza, hogy miért érte az meg 20 millió forintot az államnak, hogy kártalanítsa azt az egyébként a felszámoló által jogosan megbízott vállalkozót, hogy addig, ameddig új szerződést vagy földbérleti szerződést kötnek, akkor addig művelje a földet, hogy miért kellett ezt olyan gyorsan megszüntetni. Hallgassa végig azt a hangfelvételt, ami alapján egyébként az egész történet Kabánál kibukott, és abban teljesen más van, mint amiről ön beszél. Ott egyértelműen arról, és a 11 ember egyébként nem 11 ember, mert van egy család, ami nyilván 4-en kellettek hozzá, mert túlmentek volna a 300 hektáros határon, de miután teljesen látom, nyilván érdekli az ügy, mert helyi ügy, és ez teljesen jogos, csak ez a 20 millió forint, ez mindenki számára érthetetlen, hogy miért érte meg az NFA-nak az a 20 millió forintot azért kifizetni, hogy a korábban elvetett, elművelt földnek a kártalanítását megtegyék azért, hogy ilyen gyorsan ezt a kérdést lerendezik. Ugyan itt nem egy pesti ügyvédről volt szó, egy felszámoló volt egy volt korábbi valamikori állami gazdaság helyén, akik csődbe mentek. Fölszabadult 1000 hektár föld, valamit kellett vele kezdeni. Megkapta hasznosítása teljesen jogszerűen egy szerződéssel egy vállalkozás, és utána őt kellett kártalanítani, mert nem bírták kivárni a helyiek, hogy lejárjon az a fél év, amiről most képviselő úr beszél. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! A zárószavazás előtti vita nem az egész részletes és
általános vita megismétlése, és bizonyára nagyon fontos kaba és kaba kérdése, gondolom nagyon sokat tudunk is róla, hanem mindent is, de mégiscsak a Font Sándor féle módosító javaslatokról kellene beszélni. Úgyhogy én azt kérem a képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatokról beszéljenek, most Kósa Lajos képviselő úrnak adok szót, 2 percre, parancsoljon képviselő. Elnök úr, engem meggyőzött, elállok a hozzászólási szándékomtól. Csak egyet szeretnék mondani, Gőgös úr kamával kapcsolatban tudatosan félretájékoztatja a házat. Azt például kihagyta a számításból, hogy az önök által favorizált pesti ügyvéd évek óta